A Gyömrői Polgáról Egyesület égisz alatt működő önkéntes tűzoltó szakszolgált tagjai másodszor mentek le az árvíz sújtott a Miskolci Egyenlényi térségbe. Jelenleg hány fő dolgozik ott, mióta és meddig maradnak? Hát jelenleg a tegnapi naptól most már hatan vannak lent. Pénteken délután mentek öten, illetve hát a Karamarics Dávid tegnap ment utánuk vonattal. Valószínűleg holnap jönnek haza ketten, illetve szerdán a maradék négy ember. Sajóecsegen vannak, egy eléggé komolyan árvíz sújtott a helyen. Gyakorlatilag szombat reggel elvitte a sajó a gátat, és elég komolyan kettévágta a települést. Ők azon a részen vannak, ami gyakorlatilag el van vágva a külvilágtól a mostani ideig. Milyen információk jutnak el önhöz az ott lévő kollégáktól? Milyen a helyzet, milyen feladatokat látnak el? Gyakorlatilag folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, amikor ők tudnak, akkor hívnak minket, meg néha küldenek képet is, vagy videót magukról. Hát ugye rögtön úgy kezdődött, hogy Miskolcon jelentkeztek be a katasztrófavédelemnél, onnan vezényelték őket Sajóecsegre, ahol elkezdték a gátak erősítését, illetve kaptak különböző feladatot, a sertéstelepet kellett megmenteniük a víztől, meg egyebeket, de hát ez a szombat reggeli gátszakadás eléggé áthúzta a számításokat. Eléggé magára hagyva dolgozott ott az öt ember a falusiakkal, meg még néhány rendőrrel. Szombat délutára kezdtek oda komolyabb erőket csoportosítani. Azóta, amiről tudok, kimentettek a vízből egy fiatal embert, aki beleesett, ez benne volt a tévéhíradóban, és pont egy operatőr kamerája előtt történt az eset. Volt egy leforrázott kislány, akit elláttak. Volt lakóház, amit ki kellett költöztetni, mert az egyik falát elvitte a víz, és a lakókat ki kellett menekíteni. Ezen kívül számos helyen mentették ugye az embereket, amikor a víz betört a faluba, illetve amikor az embereket már biztonságosabb helyre jutották, akkor az ingóságokat is mentették. Milyen körülmények között kell dolgozniuk, illetve hogy tudnak pihenni? Hát azt, hogy tudnak pihenni, arról fogalma sincsen. Azt tudom, hogy már legalább egyszer aludtak egy pár órát, ezt tudom, de az nem sok ez alatt a pár nap alatt. A körülményekről meg csak annyit, hogy gyakorlatilag jellemzően ilyen térdig, derékig vízben, de hát ez a víz, ez sajnos nem tiszta folyóvíz, hanem most gondoljunk bele, a pöcegödröket meg a sertéstelepet is kimosta már a sajó, illetve hát a fölötte lévő településekről is hozott egy-két dolgot. Úgyhogy elég mostoha körülmények vannak, hogy finoman fogalmazzak. Igen, komoly összefogás alakult ki, nem csak az önkéntes, gyömrői önkéntes tűzoltókért, hanem az elöntött településekért, ugye egy internetes blog segítségével igen komoly anyagi, illetve tárgyi támogatást sikerült szerezni. Igen, péntek délután a Fülöp Tomi ötletéből kezdtük ezt az egész internetes hírverést, illetve az autoz.blog.hu-na az adománygyűjtési akciót. Egyrészt magának az akciónak a finanszírozására, mert sajnos nem 20 fillér az, hogy a tűzoltóink ott vannak, felszerelésben is, meg mindenféle dologban, tehát üzemanyagban, szivattyúk az autóhoz, egyebekhez. Meg hát úgy kezdtük, hogy legalább arra gyűjjön össze pénz, illetve hogyha marad még pénz, vagy nem lesz arra elég pénz, hogy oda menjünk, akkor abból adományokat veszünk. Hát most úgy néz ki, hogy mindenféle várakozást fölülmúlt, legalábbis a mi várakozásainkat fölülmúlt az, hogy mennyi adomány gyűlt már össze. Körülbelül 1,5 millió forint körül áll a számláló most. Ennek egy jelentős része már megérkezett a számlára, tehát már elkezdtünk belőle vásárolni. És most indul gyakorlatilag útnak az első segélyszállítmány, amit a tárgyi adományokból sikerült összeszedni. Ezek a tárgyi adományok itt azért láthatjuk közben, hogy igen sokrétűek, rengeteg víz, különböző ruhanemők, tisztítószerek, fertőtlenítőszerek. Ezek most ugye eljutnak a leginkább érintett településekre, de gondolom lesz még ilyen utazás, hiszen itt még marad is, annyi minden van, most is annyi mindent ajánlottak, hogy egyszerűen nem tudják levinni. Igen, hát tegnap este azt hiszem 4 autóval hozták ide azokat a dolgokat, amiket Budapesten szedtek össze az emberek. Többen jelentkeztek, akik felajánlották a garázsukat, vagy tehát valamit az ingatlanjuk területéből, ahol gyűjtik az adományokat, van Budán is, Pesten is már ilyen felvevőhely. Gyakorlatilag Gyömrőn is van már, mert ide hordtuk a Tomihoz. Én nagyon remélem, hogy az önkormányzatnak sikerül találni
találni egy olyan helységet, ahol ezt központilag lehet majd intézni, mert az mindenképpen jobb lenne, hogyha egy fedett helyen, ahol mindig van valaki, oda tudnak befutni ezek az adományok, és ott tudjuk úgy szortírozni majd a dolgokat, hogy össze tudunk belőle állítani olyan segélyszállítmányokat, amiket célzottan tudunk eljutatni az árvízsújtott területekre. Ugye itt az előbb már említette az eszközöket, hogyha jöttem, akkor szivattyút is vittek ugye magukkal, ami sokban segíthetne, ha lenne hova szivattyúzni, mert ott gyakorlatilag láthattunk olyan képeket más tévécsatornákon, hogy esélytelen a helyzet, hiszen nem tud hova elfogyni a víz. Igen, hát kezdetben ugye tudtak szivattyúzni, amíg a sajó a helyén volt, és nem a töltés mind a két oldalán. Aztán, amikor megvolt a gátszakadás, akkor gyakorlatilag mind a két szivattyú időszakosan tönkre is ment, mert ott is vizet kapott, ahol levegőt kellett volna vennie. Aztán egy-két nap alatt sikerült nekik helyrehozni a szivattyúkat, illetve most már még a katasztrófvédelemtől is kaptak két nagy teljesítményű szivattyút, amivel ugye lejjebb van már lényegesen a víz, tehát több mint egy fél méter tapadott a környéken a víz, ahol már bizonyos helyekről tudnak szivattyúzni. Tehát a szivattyúk azok gyakorlatilag folyamatosan dolgoznak. Szerdán hazatér a csapat, mit szerveznek ezután? Hát megjönnek, szerintem péntekig alszanak, hogyha egy darabba hazaérnek, meg lezuhanyoznak, és utána szerintem egy darabig nem akarnak vizet látni. Én úgy gondolom, legalábbis, hogyha eddig abba álltak. De mindenképpen szervezzük a további segélyszállítmányokat, és az ott lakóknak a megsegítését. Az autospont.blog.hu az a blog oldal, amelyik segíti a gyömrői polgárőröket és az önkéntes tűzoltókat. Honnan jött az ötlet, mennyire volt néz a kivitelezés, és hogy zajlik most a munka az internet másik oldalán? Fülöp Tamás keresett meg, aki itt helyben polgárőr, hogy segítség kéne, mert nem tudják elvinni a polgárőrök, illetve az önkéntes tűzoltók a szivattyúkat. Pedig ott van kettő, ott a generátor, csak pénzük nincsen, mert két hete is voltak edelényben, és akkor elfogyott gyakorlatilag minden. Akkor jött utána az ötlet, hogy tegyük ki a blogra, lesz ami lesz, ugyan tévában nem vág, de csak nem haragszanak az olvasók ilyen helyzetben. És arra számítottunk, hogy most jövő hét szerdáig olyan 2-3-400 ezer forint hát, hogyha összejön belőle. A 500 000 forint jött össze 3,5 óra alatt, utána pedig most már több mint 1,5 millió forintnál tartunk. Emellett elkezdtünk gyűjteni tárgyadományokat, azt láttátok ti is, hogy mennyi ásvány, víz, ruha, sok zsákkal is még mindig hozzák. Gyakorlatilag nem tudjuk most egyszerre elvinni, úgyhogy még 2-3 forduló lesz. Próbálunk szerezni terepjárókat, terautót, hogy sikerüljön ezt mindet elvinni. Ugye hát itt a pénzadományokat gyakorlatilag a blogolvasói ajánlották föl, illetve adták össze. Itt mekkora volt az aktivitás? Én néztem folyamatosan az oldalt, gyakorlatilag 100 számra jöttek a kommentek, a hozzászólások, és hát bizony mindenki próbált segíteni, amiben csak tudott. A kommentekből több mint 1000 jött szerintem most már így péntek óta az árvíz témában. Adakozó pedig ilyen 150-200 lehetett, nem számoltam igazából össze, csak mindig az összeget adogattam hozzá, amikor valaki írt. Elképzelhető, hogy végül egyébként több lesz, mert csak azt kértük az emberektől, hogy írjanak egy e-mailt, hogy tudjuk, mennyivel számolhassunk. Nyilván ezt nem mindenki tette meg, úgyhogy valószínű, hogy még nagyobb lesz az összeg. És ebből olyan dolgokat is tudunk vásárolni, amit esetleg a tárgyi adakozók nem tudnak összedobni, illetve hát akár, hogyha később az újjáépítés során szükség lesz rá, akkor ezt a pénzt ezt föl lehet hasznosan használni. Ugye a ti blogotok ilyen jellegű akciót még nem kezdeményezett. Mennyire voltatok pozitívak ebbe az irányba? Ugye azért néhány hang felvetődött itt a gyűjtéssel kapcsolatban, negatív hang, de azt gondolom, hogy ezek a képsorok is, amiket itt a nézők láthatnak, azért ezt erősen megcáfolják. Egyetlen negatív hangot hallottam, illetve olvastam kommentként, azon kívül rengeteg támogató e-mail, tehát összesen a 3 nap előtt egy 300-400 e-mail biztosan bejött a témával mindennel együtt, és bátorítanak minket, támogatnak minket, örülnek, hogy segíthetnek, aki esetleg nem tud segíteni, az is írt, hogy tanácsokat adjon, és tényleg ott tesznek hozzá, ahol tudnak. Itt azt gondolom, hogy nyugodtan teret engedhetünk egy kicsit reklámízű dolgoknak is. Kik azok, akik például az autókkal segítenek, vagy egyéb olyan jellegű támogatással, ami nélkül most nem tudna elindulni ez a segélykonvoj? Hát a terepjárót, ami itt mögöttem van, azt a Bestel Kft. Adta nekünk kölcsön, az utolsó pillanatban sikerült tőlük megkaparintani. Hát úgy volt, hogy tudunk valahonnan máshonnan többet szerezni, csak az végül csúszik, elképzelhető, hogy lesz még máshonnan is. De nem is tudom, nem akarok nagyon cégeket elkezdeni felsorolni, mert rengetegen voltak kisebb-nagyobb cégek, akik akár adományt küldtek, utaltak,
tényleg egy 20-30 cég biztos volt az adakozók között is. Itt a közeljövőben folytatódik ez az akció a blogon, vagy valami más formában? Még egy darabig ez az árvízi különkiadás megy, ami miatt még fejlécet is cseréltünk egy időre. Nem tudom pontosan, hogy ezt meddig fogjuk csinálni. Még a jövő hetet ezt valószínűleg erre szánjuk, és aztán utána meglátjuk, hogy mi lesz még. Ugye nem titkolt célunk már most itt a forgatás kapcsán, hogy nem csak a tévénézőknek, hanem a blogolvasóknak is megmutathassuk, hogy mi is zajlik itt a háttérben. Én azt gondolom, hogy azért néhány gondolatot itt azok felé, akik tényleg adakoztak és felajánlottak valamit, meg lehet engedni. Hát mindenek előtt ezredszer is köszönöm szépen mindenkinek, mert kommentekbe is, e-mailekbe is igyekeztem mindenkinek válaszolni. Akinek esetleg nem tettem, annak tényleg örök hála érte, és egy csoda, amit műveltek, tehát ahhoz képest, amire számítottunk, sokszorosa az, amit kaptunk végül.